éghajlati változások, kontinensek mozgása, és még nagyon-nagyon sok olyan dolog, ami befolyásolja a mindennapjainkat, akár tudtunk, akár tudtunk nélkül is, hogyan törnek ki a vulkánok, hol alakulnak ki ezek a vulkánok. Ezekre a kérdésekre kaphatunk ma választ Nagy Tibortól, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárjától, aki egy tesztfeladaton keresztül fog nekünk földrajzzal foglalkozni, és ezen keresztül a külső független értékeléseken résztvevő hallgatóknak egy-egy ilyen segítségnyújtást próbálván nyújtva. Kezdjünk is bele, hallgassunk meg. Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az előző részben áttekintettük a különböző ZNO-s tesztkérdés típusokat, most pedig konkrétan témakörök szerint fogunk haladni, és megnézzünk egy-két feladattípust ezekről a témakörökhöz kapcsolódóan. Az első témakör az éghajlati diagram leolvasása, jellemzése és törvényszerűsége lesz. Mielőtt hozzákezdenénk egy konkrét kérdéshez, nézzünk meg egy éghajlati diagram szerkezetet, hogy hogyan is néz ki, és milyen részekből épül fel. Tehát minden egyes éghajlati diagram rendelkezik egy úgynevezett vízszintes tengelyjel, ahol a hónapok vannak felsorolva, ugye többféle képen lehetséges ez, itt jelen esetben számokkal van, tehát azt jelenti, hogy az 1-es szám a január, 2-es a február, és így tovább 12-esig, ami a decembert jelenti, de ez lehet egyébként római számokkal is feltüntetve, vagy egyes esetekben betűkkel, hónapok kezdő betűi szerepelnek ezen a bizonyos vízszintes tengelyen. És ugye van nekünk két függőleges tengelyünk is. Az első függőleges tengelyünk ugye a csapadékmennyiségi tengely. Itt ugye milliméterekben láthatjuk a bizonyos csapadékmennyiségeket. A másik függőleges tengelyünk pedig ez a hőmérsékleti tengely, amelyben ugye Celsius fokokban láthatjuk a hőmérsékleti értékeket. Most az éghajlati diagramoknál ezek néha fel vannak cserélve, tehát néha a hőmérsékleti tengely szerepel azon az oldalon, a csapadékmennyiségi tengely a másik oldalon, tehát ezt ne zavarjon össze senkit, hogy egyes esetekben ez fel van cserélve. Viszont ami állandó, ezek a bizonyos oszlopdiagramok, amelyek minden esetben a csapadékmennyiséget jelzik, tehát az oszlopdiagram értékeit mindig a csapadékmennyiségi tengelyről olvassuk le, tehát jelen esetben erről a tengelyről. Ugye látjuk itt például ebben az oszlopdiagramban, hogy a legnagyobb csapadékmennyiségi érték ugye az 100 és valahol 120 mm között helyezkedik el. A másik összetevője pedig ez a bizonyos hőmérsékleti diagram körbe, ami itt piros színnel látható, ez pedig a hőmérsékleti értékeket mutatja, amelyeket ugye nyilván a hőmérsékleti tengelyről olvasunk le, ugye Celsius fokokban. Itt is megállapíthatjuk például ennél a diagramnál, hogy a minimum értékek azok ugye nyáron találhatóak, mégpedig ilyen 12-14 Celsius fok között, a maximum érték pedig télen ugye 20 és 22 Celsius fok között. A lényeg itt, hogy ne keverjük össze a csapadékmennyiségi tengelyt a hőmérsékleti tengellyel, mert akkor abból nem fogunk kijönni a végén jól. Na és akkor itt egy konkrét tesztkérdés. Milyen éghajlattípust jellemeznek az éghajlati diagram mutatói? Na ez már egy picit másképp néz ki, mint az előző. Itt ugye a hónapok már kezdő betűkkel vannak felsorolva, ugye ukrán kezdő betűkkel januártól decemberig. Ugye itt a hőmérsékleti tengely ezen az oldalon van, a csapadékmennyiségi tengely a másik oldalon. Ez alapján kell nekünk ezt értelmezni és leolvasni. Na megvan nekünk adva négy lehetőség, mérsékelten kontinentális éghajlat, szubekvatoriális, trópusi nedves és egyenlítői. Az a feladatunk, hogy eldöntsük, hogy ez a diagram melyik éghajlattípust jellemzi. Hogyha ránézünk a diagramra, rögtön észrevehetjük, hogy a hőmérsékleti görbe az lemegy nekünk a 0 Celsius fok alá, sőt még a mínusz 5 alá is lemegy. Ez azt jelenti, hogy télen itt viszonylag hideg van ezen az éghajlati övben, tehát mínusz
5 alulról indul, és a maximum tetőzése ugye nyár közepén körülbelül ilyen 20 Celsius foknál. Ez már alapból arra enged következtetni, hogy ezen a bizonyos éghajlati övön előfordul a 4 évszak. Ha megnézzük a csapadékmennyiségi oszlopdiagramokat, ugye azt látjuk, hogy nyáron több csapadék, mert ugye nyár az mindig az egész diagramunk közepe, ugye januártól decemberig, nyilván ugye a nyári hónapok itt a közepén helyezkednek el, tehát nyáron van a legtöbb csapadék, mégpedig, ha megnézzük, hát ilyen 50 és 100 mm között, a legkevesebb pedig télen ilyen 50 mm alatt. Na most, ezek alapján, ha megnézzük a válasz lehetőségeket, ugye mérsékelten kontinentális éghajlati öv, ugye ott fordul elő a 4 évszak, tulajdonképpen ezzel már is elárultam a megoldást, ugye, mert az összes több, ugye a szubekvatoriálisnál nem megyünk le mínusz 5 alá. Trópusi nedvesnél, tehát nedvesebb éghajlat, nyilván a csapadék mennyiség is több. Egyenlítő éghajlatnál pedig úgy szint nem megyünk le mínusz Celsius fokok alá, és ott szintén a csapadék mennyiség több, és ott inkább ugye télen valamivel több, nyáron pedig kevesebb. Tehát rögtön ránézésből meg lehet mondani, hogy itt a mérsékelten kontinentális lesz a helyes válasz. Főképp abból lehet ezt tudni, hogy valóban lemegyünk mínusz 5-re télen, nyáron pedig egészen 20 fokig felmegy ugye a hőmérsékleti mutatók. A másik háromban ez nem tapasztalható. A következő kérdésünk. A Föld melyik vidékén alakult ki az éghajlat, amelynek mutatóit az éghajlati diagram ábrázolja? Na most itt megint látunk 4 lehetőséget. Amazonas medence, északi sarkvidék, skandináv régió és mediterrán vidék. Egyébként ez egy nagyon érdekes diagram. Ilyen típusú, ilyen felépítésű diagram egy ilyen övezetre vagy éghajlatra jellemző csak, hogy melyikre, azt mindjárt kisakkozzuk. Tehát nézzük, Amazonas medence, ugye esőerdők, egyenlítő éghajlat, rögtön lehet tudni, hogy csapadékos terület, ott szintén télen magasabb valamennyivel a csapadék, nyáron alacsonyabb, de ennél jóval több. Északi sarkvidék. De északi sarkvidék nyilvánvaló lenne, hogy akkor a hőmérsékleti görbénk az lemegy nekünk nulla alá jóval. Itt pedig, ha megnézzük, a minimum hőmérséklet ugye télen épp csak 10 fok alá megy, tehát ez egy meleg vidék lesz. Skandináv régió, ugye Észak-Európa, szintén jellemző lenne az, hogy a hőmérsékleti görbénk az lemegy nulla alá. És a mediterrán vidék, na ez lesz nekünk a helyes válasz, ugyanis a mediterrán vidékre jellemző egyedül ez a típusú diagram, amikor télen sok csapadék van, nyáron nagyon kevés, a hőmérséklet viszont ehhez képest fordítva néz ki a hőmérsékleti görbénk, télen alacsonyabb a hőmérséklet, nyáron magasabb. Tehát amikor ilyet látunk, ez tipikusan a mediterrán éghajlatra jellemző, tehát a földközi tenger és partvidéke ez a terület. Tehát a helyes válaszunk a D, mediterrán vidék. Következő kérdésünk, melyik övezethez tartozik az alábbi éghajlati diagram? Na, ez is egy elég érdekes diagram, mindjárt rátérünk, nézzük a lehetőségeket. Szavanna, állandóan fagyos, tajga, trópusi, sivatagi. Ha ránézünk, azt látjuk, hogy ugye itt a hónapok szintén betűjelzéssel vannak, csak most magyarul. Látjuk, hogy július, augusztus és szeptember környéke, ahol főleg augusztus, ahol a legmagasabb a csapadék mennyiség, hát annyira azért nem magas, mert 20 mm fölé emelkedik csak egyedül augusztusban. Tehát elmondhatjuk, hogy viszonylag ez egy száraz terület. És ami ennél még érdekesebb, ha megnézzük a hőmérsékletet, azt látjuk, hogy a minimum hőmérséklet ilyen mínusz 40 körül mozog, és a maximum is épp csak mínusz 20 fölé emelkedik. Tehát még a mínusz 10-et sem éri el a maximum, tehát ez egy nagyon zord, nagyon hideg éghajlat. Egész éven a 0 Celsius fokot el sem éri. Tehát ez alapján, ha ránézünk a lehetőségekre, szavanna,
állandóan fagyos, tajga, trópusi sivatag, egyetlen egy választlehetőség van, ami itt számításba jöhet, mégpedig az állandóan fagyos. Ugye benne is van a nevében, állandóan fagyos, mivel az év egyetlen szakában sem éri el még csak a 0 Celsius fokot, sem a hőmérséklet. Tehát a helyes megoldás itt a B, állandóan fagyos övezet. És akkor szemléltetésképp néhány éghajlati diagram még itt fel van nekünk sorolva, csak hogy össze tudjuk hasonlítani egymással a bizonyos övezetek éghajlatait. Az első diagram az egyenlítői éghajlatot látjuk, ugye mit látunk, hogy télen valamivel magasabb a csapadék, nyáron viszonylag kevesebb, viszont sok. Ha megnézzük a maximumot, ott majdnem a 400 körül mozog, majdnem eléri a 400 mm, tehát itt egész évben viszonylag sok a csapadék. Ugye egyenlítőről beszélünk, szinte minden nap esik ott az eső, tehát ez nem meglepő. És ami a hőmérsékletre igaz, azt látjuk, hogy viszonylag kiegyenlített a hőmérsékleti görbénk, tehát nincsenek nagy ingadozások, ugye 0 Celsius fokot meg sem közelíti a leghidegebb hónapokban sem, és viszonylag egyenletesen halad, ugye a minimum érték az egy ilyen 20 Celsius fok körül mozog, a maximum pedig 30, tehát 20 és 30 Celsius fok között mozog egész évben az egyenlítő éghajlat hőmérséklete. Második képen a szavanna éghajlat van nekünk itt feltüntetve, ami jellemző a szavanna éghajlati övezetre, hogy nyáron sok csapadék, körülbelül 300 mm közötti, télen viszont nagyon kevés. Látjuk, hogy lemegy szinte nulláig télen, valamint ugye, ha megnézzük a hőmérsékleti görbét, akkor ugye az is már egy nagyobb ingadozást mutat, mint az egyenlítői. Alakjában hasonló, de nagyobb ingadozással. Itt ilyen 15 és 35 Celsius fok között ingadozik a hőmérséklet ebben a szavannai éghajlati övben. Következő a forró övi sivatagi éghajlat. Ugye a sivatagi éghajlatot onnan lehet rögtön felismerni, hogy nagyon kevés a csapadék. Hát ha ránézzük, szinte nincs is csapadék, itt az év egy időszakában van, de még ott sem éri el még a 100 mm-t sem. Valamint ugye a hőmérséklet is itt hát viszonylag nagyon magas, ugye a nullát meg sem közelíti. Itt is ilyen 20 és 40 között mozog a hőmérsékletünk. Szubtrópusi monszun éghajlat diagramját, ha megnézzük, ugye mit látunk? Azt látjuk, hogy az év egy bizonyos időszakában nyáron nagyon magas a csapadékmennyiség, közelíti a 300 mm-t, télen viszonylag kevés. A hőmérsékleti görbe szinte ugyanezt mutatja, télen lemegy nulláig, nulla alá már nem igazán, nyáron viszont felmegy egészen 30 Celsius fok fölé. Tehát innen lehet megismerni ezeket a bizonyos éghajlati diagramokat. A következő a mediterrán éghajlat, ugye erről már volt szó az előbb, hogy ott télen sok eső, nyáron kevés, nyáron melegebb, télen hűvösebb az éghajlat, 0 Celsius fok alá a hőmérséklet nem megy egész évben. Az óceáni éghajlatnál viszonylag magas a csapadékmennyiség egész évben, és viszonylag kiegyenlített. A hőmérséklet 0 Celsius fok alá itt sem süllyed egész évben, körülbelül ilyen 10 és 20 Celsius fok között ingadozik. Nedves kontinentális éghajlat a következő diagramon. Ugye látjuk, hogy itt már a hőmérsékleti diagramunk, az ugye a vonalunk lemegy nulla alá, nem sokkal, de lemegy nulla alá, és max hát nem nagyon éri el a 30-at egész évben, vagyis a legmelegebb időszakban, és a csapadék mennyiségünk az is itt már viszonylag kevesebb, tehát a 100-at épp csak eléri nyáron, télen pedig ennél is kevesebb. És a száraz kontinentális éghajlat diagramjára, ha ránézünk, ugye itt már azért lemegyünk a hőmérsékleti diagrammal mínuszba, mínusz 10 alá lecsökken télen, nyáron pedig ugye 20 fok fölé is emelkedhet, és a csapadék mennyiség pedig egész évben látjuk, hogy kevés, a 100-at szinte meg sem közelíti a 100 mm-t. A következő témakör az a táblázat elemzés lesz.
Rögtön itt nekünk egy kérdés. Elemezze a táblázatban megadott adatokat a szén tartalékairól és az éves kitermeléséről, és nevezze meg az országot a legmagasabb erőforrás ellátottsággal. Tehát itt látunk egy táblázatot, négy országban itt nekünk felsorolva, ennek a négy országnak a szén tartalékai vannak bemutatva, és a szénkitermelést látjuk milliárd tonnában évente. Tehát itt nekünk pedig az a kérdésünk, hogy meg kell nevezni azt az országot, amelyik a legmagasabb erőforrás ellátottsággal rendelkezik. Hogy lehet ezt kiszámítani? Ugye, ha ránézünk a széntartalékokra, ott rögtön azt lehet látni, hogy ugye a legtöbb széntartaléka az USA-nak van, 237 milliárd tonna. Na de, van nekünk egy olyan oszlopunk, hogy szénkitermelés, milliárd tonna évente. Na most ezt úgy lehet kiszámítani, hogy melyik országnak van a legnagyobb, legmagasabb erőforrás ellátottsága, hogy arányba állítjuk a kitermelést a széntartalékkal, magyarul a széntartalékot elosztjuk a szénkitermelés értékével. Ha elvégezzük mindegyik országnál ezt a műveletet, akkor a végeredményben, tehát elosztjuk a 237 milliárd tonnát a 0,9-szel, 114-et a 3,9-szel, 84-et a 0,7-tel, 34-et a 0,1-el, akkor megkapjuk végeredményben, hogy a legmagasabb erőforrás ellátottsággal Kazaksztán rendelkezik, mivel itt jön ki a végeredményben a legmagasabb szám, ha elosztjuk a 34-et a 0,1-el. Tehát a helyes válasz D, Kazaksztán. Következő kérdés. Elemezze a táblázatban megadott statisztikai információkat a migrációs folyamatokról Ukrajna egyes megyeiben. Határozza meg a megyét a népesség legmagasabb migrációs növekedésével. Tehát itt mit látunk? Látunk négy megyét felsorolva, és akkor látunk még két oszlopot. Az első oszlopban a beutazók száma van felsorolva, tehát minden egyes megyéhez mennyi volt a beutazók száma, és a másik oszlopban pedig a távozók, a kiutazók száma. Ugye mit kell nekünk kiszámolni? Azt kell kiszámolnunk, hogy melyik megyében volt a népesség legmagasabb migrációs növekedése. Tehát ahová a legtöbben beérkeztek, viszont ezt úgy számoljuk ki, hogy a beutazók számából kivonjuk a távozók számát. Ha a beutazók számából kivonjuk a távozók számát, és a végeredményben kapunk egy pozitív értéket, azt jelenti, hogy abban a megyében a többlet alakul ki, tehát a beutazók száma több volt, mint a kiutazók száma. Ha mínusz értéket kapunk, akkor ott ugye többen utaztak ki, mint amennyien beérkeztek, tehát ott egy negatív folyamat valósul meg. Ha elvégezzük mindegyik megyére ezt a számítást, Volin megyére, kivonjuk a beutazók számából a távozók számát, megkapjuk, hogy 92. Tehát pozitívan vagyunk, 92 fővel több volt a beutazók száma, mint a távozók száma. Ugyanezt elvégezzük Magnyiszki megyével, egy mínusz 80-as eredményt kapunk, azt jelenti, hogy itt már a távozók száma volt magasabb, mint a beutazók száma. Ugyaneztnek elvégezzük Dnipropetrovsk megyével, 1390 a végeredmény, viszont mínuszban, tehát a távozók száma itt is jóval több volt, és ugyanezt a Kijevvel is elvégezzük ezt a műveletet, akkor megkapjuk, hogy itt pedig szintén pluszban vagyunk, 10.257. Na most ezek alapján ugye azt kell nekünk kiválasztani, ahol a legtöbb volt a beutazók száma, tehát ahol a legnagyobb pluszos érték szerepel, ugye egy pluszos, még egy pluszos, a kettő közül a 10.257 lesz a megoldás, mégpedig ugye Kijev megye. A helyes megoldás D, Kijev. A következő témakör az az ábra elemzés lesz. A pontokban, amelyek a metszeten lettek feltüntetve, egyidejűleg mérik a légnyomást. Nevezze meg azt a pontot, ahol a legmagasabb lesz a légnyomás. Tehát látunk itt egy ábrát, amelyen négy pont van felvéve. Ezekben a pontokban egyidejűleg légnyomást mérnek, és az nekünk a kérdés, hogy melyik pontban a legmagasabb a légnyomás. Ugye ehhez tudnunk kell azt a földrajzi törvényszerűséget, hogy a légnyomás a magasság emelkedésével, tehát ahogy a tenger szint fölé emelkedünk, egyre inkább csökken. Miért csökken? Mert ugye
minél magasabb ponton vagyunk, annál kevesebb légoszlop nehezedik arra a területre. Tehát minél alacsonyabban vagyunk, annál nehezebb légoszlop ereszkedik oda le, annál magasabb lesz a légnyomás. Na most ezek alapján mindössze annyit kell tehát kiválasztanunk, hogy melyik pont fekszik a legalacsonyabban a négy közül. Ránézésből rögtön láthatjuk, hogy a B válasz, a B pont fekszik a legalacsonyabban egy mélyedésben, tehát ez azt jelenti, hogy itt lesz a legmagasabb a légnyomás a négy pont között. A helyes válasz a B. Következő kérdés. A földrajzi burok melyik törvényszerűsége van ábrázolva a rajzon? Látunk egy rajzot, és négy lehetséges megoldást. Egységesség, ritmikusság, magasságéveződés és szélességi zonalitás. Na most, ha megvizsgáljuk ezt az ábrát, ugye itt négy kép van tulajdonképpen összevágva. Hát rögtön ránézésből látjuk, hogy mit ábrázol ez a négy kép. Az első képen ugye tél van, második képen tavasz, a harmadikon nyár és a negyediken ősz. Na most ezt elmondhatjuk, ha megnézzük a válasz lehetőségeket, hogy egy válasz felel meg ennek a folyamatnak, amit itt látunk, mégpedig a B, a ritmikusság. Mert ugye egységességről nem beszélhetünk, mert ugye látjuk, hogy itt egy folyamat van ábrázolva, az egész év, négy évszaka szépen fel van tüntetve. Magasságéveződés szintén nem valószínűleg nem látunk a képeken semmiféle dombozati elemet, tehát valószínűleg ez helytelen válasz, és a szélességi zonalitás sem nem megfelelő válasz erre a kérdésre. A helyes válasz az a ritmikusság lesz a B. Tehát ritmikusan váltakoznak egymás után az évszakok. Tehát ennek a képnek a folytatása itt az ősz után lehetne esetleg megint a tél, és akkor még inkább szembetűnőbb lenne, hogy ez a bizonyos ritmikusság hogy jellemzi ezt a képet. A helyes válasz tehát a B, ritmikusság. A következő kérdés. Figyelje meg Ukrajna domborzatának metszetét az Ivano-Frankivsk-Donyeck vonal mentén. Párosítsa a domborzatot és az erőforrásokat a metszet mindegyik részegységén a tektonikai szerkezettel. Donyeci gyűrt szerkezet, Volin podoliai tábla, Szkíta tábla, Ukrán pajzs, Dnyeper-Donyeci mélyedés. Tehát ez egy párosítási feladat lesz, ugye öt lehetőséget látunk, ezt az öt lehetőséget kell a négy darab számozott lehetőséggel párosítani. Ugye először is értelmezzük, hogy mit látunk itt a képen. Még egyszer nézzük. Figyelje meg Ukrajna domborzatának metszetét az Ivano-Frankivsk-Donyeck vonal mentén. Tehát amit itt látunk, az egy domborzati metszet lesz, amelynek a kezdőpontjában Ivano-Frankivsk, a végpontjában pedig a Donyeck szerepel. És ugye az ezen a metszeten végighúzódó domborzati elemeket látjuk, ott feltüntetve még esetleg az ásványkincsekkel is, fel van még tüntetve a Dnyeper folyó medre. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy ugye a négy részre felosztott metszet egyes részeit párosítsuk a felsorolt tektonikai szerkezetekkel. Na most, hát ez már egy nehezebb kérdést, ez igazából kitippelni vagy kisakkozni nehéz. Ehhez szükséges, hogy emlékezzünk Ukrajna tektonikai térképére. Ha ez eszünkbe jut, akkor nagyon egyszerű. Egy kis segítséget mutatok hozzá. Tehát itt látjuk Ukrajna tektonikai térképét, és nekünk az Ivano-Frankivsk-Donyeck vonal kellene. Ugye nagyjából belőjük Ivano-Frankivskot itt, Donyecket pedig itt. Tehát, és akkor ezen a két objektum közötti vonal kellene nekünk. Ha meghúzzuk ezt a vonalat, és haladunk Ivano-Frankivsk irányából a Donyeck felé, akkor rögtön látjuk, hogy mikkel találkozunk. Találkozunk első körben a Volin-Podoliai táblával. Tehát rögtön az elsőt lehet párosítani a B válasszal, a Volin-Podoliai tábla. Ahogy haladunk tovább, ugye itt van nekünk az ukrán pajzs, tehát a második lehetőséget párosítjuk a D-vel, ukrán pajzsal. Ahogy tovább haladunk, ugye megérkezünk ebbe a tektonikai szerkezetbe, a Dnyeper-Donyeci mélyedésbe, tehát a harmadik válaszunk az az E
lehetőséghez tartozik, Dnyeper-Donyeci mélyedés, és ugye az utolsó pedig lesz nekünk a Donyeci gyűrt szerkezet. Tehát ez alapján a megoldást itt látjuk. Első B, második D, harmadik E, negyedik A. Ez lett volna a megoldás ennek a kérdésnek. Na és akkor én köszönöm szépen a figyelmet, ez a rész ennyi lett volna, remélem, hogy valamennyire tudtam segítséget nyújtani a földrajz ZNO felkészüléshez mindenkinek. Köszönöm szépen, viszontlátásra!